Budapest. Egyike Európa 15 legnagyobb városának. Lakosainak száma meghaladja 2 milliót. Területe 525 négyzetkilométer. A lakosság 96%-ának még ternél többet gyalogolnia ahhoz, hogy a 3772 BKV megálló valamelyikén tömegközlekedési járműre találjon. Január 1-jét a szakembereken és talán a statisztikusokon kívül senki nem jegyezte meg nevezetes dátumként. Ezen a napon alakult meg a budapesti közlekedési vállalat, mint az egész főváros tömegközlekedésének gazdája. Decemberében Budapest lakossága különleges karácsonyi ajándékot kapott az országtól, a teljes kelet-nyugati metróvonalat. És alig pár nappal később, január 1-én a metró is tagja lett az egységes közlekedési vállalat nagy családjának. Az ország népességének egyötödét magába tömörítő Metropolis központját 112 km hosszan hévvonal is összeköti Perem városaival. A budapestiek egyik legkedvesebb tömegközlekedési eszköze a trolibusz. Kényelmes, mozgékony. És ami ma talán a legfontosabb, nem szennyezi az amúgy is füstös, kormos, nagyvárosi levegőt. A legrégebbi kéreg alatti vasútját, amit ma már csak kisföld alattinak becézünk, 1973 karácsonyára újították fel teljesen. Úgy látszik, új ünnepi hagyomány van születőben.
Ugyancsak 1973-ban rekonstruálták a 100 éves fogaskerekűt. Pályáját felújították, szerelvényeit modernebbekre, kényelmesebbekre cserélték ki. A budai hegyek lakói, a kirándulók, a síelők nagy örömére. A Duna két partja közt suhanó kishajók kedves színfoltjai a városnak. Utasaik számára nem csupán közlekedési lehetőséget, rövid pihenést, kikapcsolódást is jelentenek. Budapesti közlekedési vállalat 3858 járművel rendelkezik. Mintha minden 500 budapestinek saját tömegközlekedési járműve lenne. Ezek a járművek naponta több mint 4,5 millió utast szállítanak. Megközelítően annyit, mint Dánia egész lakossága. Ez évente 1 milliárd 650 millió embert jelent. Földünk népességének felét. Az összes járműveken teljesített évi 8 milliárd 727 millió utaskilométerrel bárki nem is egyszer megkerülhetné a Szaturnusz bolygót. Ha egymás után fektetnénk a főváros valamennyi vágányát, és hozzáadnánk egyéb járműveink összesített útvonalhosszát, ezen a képzeletbeli útvonalon Londonba érhetnénk. A vállalat járművei csupán folyékony üzemanyagból 65 millió 231 ezer litert fogyasztanak évente. Többet, mint amennyi elférne egy kisebb természetes tavunkban. Úgyhogy tartalékként még egy nagyobb békaúsztatóra is szükség lenne. Ehhez járul még az a 287 millió 114 ezer kilowattóra villamos energia, amely több, mint amennyit Budapest egész közvilágítása igényel. A kalandozások korában kellett volna elindulnia annak, aki egyedül vállalta volna, hogy a budapesti villamosok évi több mint 8 millió üzemóráját egyedül utazza végig. Ez megközelítően 900 év. Érthető tehát, hogy ugyancsak korán kellett volna kelnie ahhoz, hogy ma délután el ne késse szabadságtéri randevúját. Ha pedig történetesen István királyunk vállalkozott volna, hogy végigutazza a BKV összes utasának egy évben járművön töltött utazási idejét, akkor 14 ezer év múlva érkezne meg a Hősök terére. Milliárdokkal gazdálkodó vállalat, szerteágazó feladatok. Ami tegnap korszerű volt, mára elavulhat. Ami ma elegendő, holnapra kevésnek bizonyul. Ezeknek a gondolatoknak jegyében tervezték ilyenre a Hungária szalagszervizt. Ma még talán túlméretezettnek tűnik. De legalább nem lehet máról holnapra kinőni.